híd a Gyöngyösön, a Markusovszki utcai helyett a Szent István Király utcai híd felújítása lenne sürgetőbb. Terítéken a hal különleges fogásokat kóstolhattak a Pinkabölgyi Halasnap vendégei Vaskeresztesen. Vasi vasemberek, a férfiaknál a tiszakécskei Badar Gergő nyert, a nőknél címvédés történt. Jó estét kívánok! Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látják. Azonnali felújításra szorul a Szent István Király utcai Gyöngyös híd, akár már jövő héten lezárhatják az egyik sávot az autósok előtt, ami jelentősen megnehezíti a Szent Királyi, a Gyöngyös-Hermáni és a Bogáti lakosok életét. A városvezetés egyeztetést kezdeményez arról, hogy a Markusovszki utcai híd felújítására szánt kormányzati támogatást át lehessen csoportosítani, mert a beavatkozás egyre sürgetőbb. Csütörtökön éjjel találtuk ezt a beszakadást itt, pénteken a Szava munkatársai azonnali határidővel elvégezték a munkát, és ma reggelre ez a híd szakasz ismét beszakadt. Lyuk tátong a Szent István Király utcai híd közepén. Az utólag hozzáépített járda pedig annyira elhasználódott már, hogy életveszélyes rajta az átkelés. Ennek a résznek a teherbíró képessége gyakorlatilag megszűnt. Két hete hídvizsgálati jegyzőkönyv készült, amiből kiderül, hogy azonnali beavatkozásra van szükség, mondta el élő helyszíni Facebook bejelentkezésében a körzet képviselője. Az átjárót hamarosan le kell zárni, ami káoszt okozhat a városrész közlekedésében. Jövő héten ezt a hidat egy nyomsávú közlekedésre kell átállítani, ami szörnyű lesz, de egyelőre nincs más megoldás, mert maga a híd a kétirányú közlekedésre mostantól alkalmatlan, ezt ki kell mondanunk. Múlt héten Hende Csaba országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a város 1 250 000 000 forint címzett támogatást kap felújításokra. Ebből 130 millió jut a Markusovszki utcai híd rekonstrukciójára. A polgármester kifogásolja, hogy nem történt egyeztetés a fejlesztésekről, ugyanis a kijelölt hídnál három rosszabb állapotú is van a városban, legsürgetőbb pedig a Szent Királyi híd felújítása lenne. Hogyha nincsen egyeztetés a város és a minisztérium között, akkor hiába kapunk jó célból pénzt, nem tudjuk a legjobb és a legfontosabb helyre fordítani. És itt nem városvezetés kérdése ez, mert nem mi döntjük el, hanem a szakma. Úgyhogy én azt szeretném kérni az országgyűlési képviselő úrtól és a kormány képviselőtől is, hogyha Szombathelyre összeget szánnak bármire, ha már nem kapjuk meg azt a működési támogatást, amit minden más város kap, de fejlesztésre kapunk pénzt, akkor mi biztos, hogy mindig meg fogjuk köszönni, el fogjuk hívni az országgyűlési képviselőt, csak legyen a megfelelő sorrend a felújításoknál. A város 54 hídja közül majdnem mindegyik felújításra szorul, közülük 20-25-öt vizsgáltatnak át szakemberekkel. Egészséges ételekre, elfeledett alapanyagokra, népies és újra gondolt receptekre irányult a figyelem az első alkalommal megrendezett Tepsi Fesztiválon szombaton, a Vasiskanzenben. Előadások, koncertek, gyermekfoglalkozások és főzőverseny várta a családokat, valamint ősi építőmesterségekkel is lehetett ismerkedni. A gabonamagvakból készült kássák a magyar népi gasztronómia fontos elemei voltak egykor. A táplálkozási szokások változásával jó időre elvesztették meghatározó szerepüket, manapság azonban újra reneszánszukat élik. Ezekre az egészséges, rostban gazdag alapanyagokra hívta fel a figyelmet a Tepsi Fesztivál. Az előadók között dietetikusok, séf és gasztroblogger is akadt. Sok érdeklődőt vonzottak a gasztronómiai bemutatók. Én már érzem a mustárnak egyébként. Bede Robert sztárszakács árpa gyöngyéből főzött, ami a gyakran használt rizs egyik alternatívája lehet. Tejszínnel kissé visszalágyítjuk az ízét. Főzőversenyt is hirdettek, a csapatok hagyományos, a népi konyhában használatos alapanyagokból dolgoztak. A hangulatra nem lehetett panasz. Több főzőverseny is zajlott, ahol megpróbálták a hajdina, köles, tehát ezek a gabona termékeket, ezekből készült népi ételeket, illetve az újra gondolt ételeket megfőzni. Ebben volt a leves előételtől
köreten keresztül, nagyon finom sütemények, mindenféle. Tehát itt ki is lehetett próbálni, hogy ez egy nem borzasztó dolog az egészséges táplálkozás. Hölgyeim és uraim, sétagolom következik Máté módra! Gyerekprogramok, koncertek, kézműves foglalkozások és mese várta a családokat a skanzen árnyas udvarán. A Tepsi Fesztivállal egy időben szervezték meg az Eurevita Pannonia határon átnyúló program keretében a Játszva szerzett tudás elnevezésű szakmai programot. Nedves legyen, mert másképp nem kapod meg. A gyerekek hagyományos építészeti módszerekkel, többek között a tapasztás, a zsúfolás és a fa megmunkálás portéjaival ismerkedhettek több állomáson. Hallal töltött káposzta, tejfölös ponty, paprikás, halas palacsinta, füstölt harcsa. Változatos finomságokkal igyekeztek meggyőzni a zsűrit a főzőcsapatok a 7. Pinkavölgyi halasnapon, amit egy év kihagyással szombaton rendeztek meg Vaskeresztesen. Több százan látogattak el a horgászatot és a halételeket népszerűsítő programra, ahol többféle halas fogást lehetett kóstolni. Gyümölcsös, fűszeres, nagyon finom. Különleges fűszerkeverékkel ízesített páclében érlelik a harcsafilét, ami aztán 40 percet pihen a füstölőben. Porteleki Gáborék ezzel neveztek a halétel készítő versenyre. A falatokat kétféle szósszal kínálták. Petrezselyem, lilahagyma, citromlé, kakukkfű van benne. Ezeket szépen rákenem a bagetre, arra kerül a füstölt hal, és egy kis gyümölcsel, szőlővel, körtével turbosítjuk még föl. Idén 20 csapat forgatta a fakanalat, a toronyiak ponypaprikást főztek. Halpaprikást készítünk, tejfölös és gombás halpaprikást, és kapros és túrós nokedlivel fogjuk tálalni. A csapatok minden évben igyekeznek valami különlegességgel előrukkolni. A rábapatyiak hallal töltött petrezselymes, tárkonyos, kakukkfűves palacsintát készítettek. Zöld fűszeres, sima, egyszerű palacsinta, amit egy ilyen ponty töltelékkel készítettem, és egy kicsi vargányával bolondítottuk meg, és ezért különlegesebb az íze. És ezt egy halászli alapú mártással fogjuk tálalni. A halas nap egyik fő célja a halételek népszerűsítése. Magyarországon fejenként 6,5 kg az éves halfogyasztás, az Unióban ennek a négyszerese. Pedig a hal egészséges, egyszerűen és változatosan elkészíthető alapanyag. Magyarországon nincs nagy kultúrája a halfogyasztásnak, és minden ilyen rendezvény, ahol az emberekhez közel tudjuk vinni a halételeket, megkóstolják, megismerik őket, esetleg azok a tévhiteken túllépnek, hogy nehéz elkészíteni a halat, növelni tudjuk a halfogyasztást. Közel 700 kg halat dolgoztak fel a rendezvényre. A sátraknál fűszeres rántott pontyot, többféle halászlevet és sült keszeget is lehetett kóstolni. Az egyik legkedveltebb fogás idén is a harcsaburger volt, ebből 250 darab készült. Mivel nyáron beszélünk, próbálok egy kicsit frissebb, kicsit citrusosabb ízvilágot csinálni. Az egyik variáció, hogy egy koktélöntetet csináltam. Egy kicsit ilyen pikás, kicsit édes, kis savanykás koktélöntetet, illetve a hal pogácsának az ízesítésén kis fokhagymával próbáltam most dobni rajta. A halas finomságok mellett családi programok, koncertek várták a mintegy 700 kilátogató vendéget. Bemutatkoztak a vaskeresztesi hagyományőrzők is. Szerettük volna ezt a csodálatos kis települést a Pinka partján népszerűsíteni, illetve azt, hogy a horgászszövetség, amit itt létrehozott, azt minél több ember megismerje. És hát ez a rendezvény ehhez járul hozzá, hogy a természet és a kultúrás és értékeket is bemutatjuk. Szerveztek kispályás focitornát és 52 résztvevővel horgászversenyt is. Az alpesi tavon a legifjabbak mérték összeügyességüket. Kitől tanultad az alapokat? A apukámtól, ez az első versenyem. Eddig 5-öt fogtam, ez a... Milyen halak jöttek? Volt mindig ponty, tükörponty. A horgászversenyt a három kategóriában Pajtli Ferenc, Michael Schneider és Bálint Dávid nyerte. A foci tornán a rábapatyi csapat győzött. A főző csapatok között a toronyi pikkelyesek és a csipet csapat lett első.
Falunapot tartottak szombaton Lukács házán. A szórakoztató programok mellett szóba került a Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése, de a település aktuális fejlesztéseiről, pályázati tervekről is hallani lehetett. Ketten részesültek községi kitüntetésben. A Big Mouse Band örökzöld slágerekkel teremtett kellemes hangulatot a rendezvény sátorban. Ezt követően a közösségek jelentőségéről beszélt Lukács háza első embere, aki a civil szervezetek tevékenységét méltatta. A helyi U16-os futballcsapat ismét kiválóan teljesített megyei bajnokságban. Bajnok csapat! Bajnok csapat! Ketten részesültek községi kitüntetésben. Balaton Tihamér környezetmérnök a természetvédelem mellett aktív támogatója volt a helyi templom és kápolna felújításának, illetve Bencsik Zoltán, a gyermek és családvédelmi szolgálat vezetője kiemelkedő munkát végzett a településért a pandémia alatt. Az aktuális korszerűsítésekről is beszélt Virág János polgármester. Bölcsöde második ütemének a befejezése kapujában vagyunk. A kivitelező napokon belül át fogja adni a munkaterületet a szészünkre, és immár 26 bölcsödést fogunk tudni fogadni. Tehát a második ütem megépültével egy második bölcsödei csoportot is indíthat Lukács háza. A másik nagy projektünk, egy szintén egy topos projekt, az az orvosi rendelő, az egészségellátás megújulása. A településnek számos pályázata nyert, illetve elbírálásra vár. Ezen a héten a tervek szerint a külterületi utak felújítására is benyújtanak egy pályázatot. A Kőszeg-Szombathely vasútvonal megújítása több mint 3 milliárd forintba kerül, ez is érinti a település lakosságát, hiszen komfortosabb utazásra számíthatnak. A falunapi tájékoztatót a Varnyú Country műsora követte. A falu székely testvértelepülése Csík Kozmás delegációja is részt vett a rendezvényen. Régi osztrák-magyar monarchia, régi a Nagy-Magyarországnak a egyik legkeletibb oldalára gondolunk. Ott vagyunk mi végvárként a székelyekül, és más mentalitás, más gondolkodás, más kultúra. Ezt szeretnénk mi ide belopni Lukács háza közösségébe. Légvár, lufi hajtogatás, arcfestés. A járványhelyzet miatt mintegy 2 éve nem voltak hasonló közösségépítő programok Lukács házán. A falunapi program részeként a kistérség borait is bemutatták. Jelenleg itt a hátam mögött a falunapi borparádé zajlik. 16 szőlős gazda, 15 vörös, 10 fehér és 6 rozéborát ajánlotta fel megmérettetésre. A falunapi rendezvény résztvevői jöhetnek ide. Támogatói pohár megvételével nyernek jogot arra, hogy megkóstolhassák ezeket a borokat, és utána leadhassák szavazataikat. A községi házban kiállítás várta az érdeklődőket a település diákjai által készített alkotásokból. ...420 versenyző részvételével bonyolították le szombaton a 37. Vasi Vasember triatlon versenyt, amelyre még a határon túlról is érkeztek bátor vállalkozók. Az olimpiai távot leggyorsabban Badar Gergő teljesítette, míg a hölgyek mezőnyében címvédés történt, az újpesti színekben induló Zelinka Gabriella állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Hatalmas érdeklődés övezte a 37. Vasi Vasember triatlon versenyt, amelyet a sportág magyarországi bölcsőjének is neveznek. Az erőpróba évről évre nagyobb tömegeket mozgat meg, idén sem volt ez másként. Az olimpiai távú triatlon amatőr ranglista és váltó versenyként funkcionáló rendezvényre a határon túlról, Ausztriából, Horvátországból és Svájcból is érkeztek sportolók. Összesen 420-an vettek részt a küzdelemben, közte 23 váltó adta le a nevezését. A szervezők nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra és a környezetvédelemre, rajtszámmal ellátott, újrahasznosított poharat kaptak a versenyzők. Az előkészületeket és a bemelegítést követően 11 órakor startolt el a felnőtt férfiak, illetve férfi váltók mezőnye. Ezt követően a szeniorokon, majd a hölgyeken és a női váltókon volt a sor. Először a csónakázótóban mártóztak meg a vasemberek, akik az 1500 métert kellemes 26 fokos vízben tették meg.
A nagy érdeklődésnek köszönhetően a partról, de még a tavat átszelő hídról is rengetegen nézték a versenyzőket, akik ezt követően a fedett uszoda előtti depóhoz siettek, ahol kerékpárra pattantak és Nárai felé vették az irányt, hogy teljesítsék a 40 kilométeres távot. A vasemberek végül 10 kilométeres futással zárták az erőpróbát, amely újítást is tartogatott. Idén először a múzeumfalun keresztül hajrázhattak a sportolók. A férfiaknál az abszolút versenyt végül a Tiszakécske VSL színeiben induló Badar Gergő nyerte meg, az újpesti Pecsuk Zoltán és a szombathelyi színeket képviselő Molnár Marcell előtt. A hölgyek mezőnyében Zelinka Gabriella megvédte legutóbb szerzett elsőségét, az Utah Merida triatlon versenyzője Weinhardt Anna és Csomor Erika előtt ért célba. A hölgyek mezőnyében Kálovics Anikó az előkelő 5. helyet szerezte meg. A vasmegyei színeket a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület, a Vasi Triatlon, valamint a Kőszegi Triatlon és Úszóklub képviselte. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!